A nagyapáti Kukasz Péter képzőművészeti díjbíráló bizottságának tagjával, Nára Évával beszélgetünk. Az idén kikapja ezt a díjat? A nagyapáti Kukasz Péter képzőművészeti díj zsűrije Csernik Attila elnök, Vinkov Kovacsev Olga művészettörténész és jó magam. Július 12-én megtartott ülésünkön egyhangon úgy döntöttünk, hogy Tolnai Ottó lesz az idei nagyapáti Kukasz Péter képzőművészeti díj díjazottja, kitüntetettje. A nagyapáti Kukasz Péter képzőművészeti díjnak mindig van valami apropója, tehát egyébként is olyan szerencsétlen döntés, amikor valakinek odaítéljük, hát azért már évek óta csinál valamit. Most megcsinált valamit, és áttekintjük az egész addigi tevékenységét, és annak idején, annak függvényében ítéli oda a zsűri a díjat. Tehát így van ez képzőművészek esetében, és így van ez más területen alkotók esetében is. Ugye Tolnai Ottó most jelentette meg a Kalapdoboz című kötetét, amely a képzőművészeti írásait tartalmazza. Egyébként nem egyedülálló eset ez a díj történetében, hogy nem képzőművész kapja a díjat, hiszen 82-ben György Jovics képzőművészeti kritikus kapta, 86-ban Béla Duránci művészettörténész, 2007-ben Olga Kovacsev-Ninkov művészettörténész, tehát ez is jó ebbe a díjba szerintem, hogy megvan ez az átjárhatóság a képzőművészet és a képzőművészethez kötődő más műfajok között, mint jelen esetben az esszé, a képzőművészeti kritika, a képzőművészeti tanulmány között. Egyébként Tolnai Ottó évtizedek óta folyamatosan kíséri a képzőművészetet. Egyik méltatója, ezt a zsűri indoklásába is beírtuk, hogy nem véletlenül nevezi őt az egyik méltatója festőművész szemű költőnek. Tehát folyamatosan nagyon érzékenyen és élénken kíséri. Érdekes mód, ma is fiatal művészek mellett sem megy el, tehát figyelme arra is kiterjedt, hogy például a mai fiatal alkotók mit csinálnak, ki miben jeleskedik, vagy mit alkot, és természetesen visszamenőleg is a vajdasági képzőművészekkel is foglalkozik, de ugyanúgy az egykori jugoszláv térség képzőművészetével, illetve képzőművészeivel. Ez egy ilyen nagyon finom szövet nála, amelynek a szálai összefonódnak és elválaszthatatlanok, mint ahogy valójában is elválaszthatatlanok ezek a dolgok attól függetlenül, hogy ugye az egykori jugoszláv térség már sok kis térségre tagolódott. Tolnai Ottó ezt a díjat mikor veszi? A díjazott a díjat mindig a Topolya napi rendezvények keretében, tehát most az idén szeptember 14-én szombaton a képviselőtestület díszülése, ünnepi ülését követően veszi át a díjat, illetve akkor nyílik meg majd az a kiállítás, amit a díjazott mindig a városnak, mondjuk így, hogy ajándékoz. Az, hogy az idén ez, mi lesz ez a kiállítás, az legyen meglepetés. Egyébként ezt a nagyapáti Kukasz Péter díjat még az 1970-es években alapították, azóta kik kapták meg? Ezt a díjat egész pontosan 1973-ban alapította az akkori Képes Ifjúság, ifjúsági heti lap, valamint a Topolyai Képviselő Testület. A kezdeményezők között volt Csernik Attila, de itt volt Ács József is, tehát azt hiszem, hogy ez az akkori kedvező klímának köszönhető, hogy ez a díj létrejött, mint ahogy akkor is, tehát akkor valahogy olyan volt a klíma, hogy jobban kedvezett a kultúrának, mint manapság. Gondolok itt arra, amit Ács Jóska bácsi a Topolyai Művésztelepel csinál, tehát az a bizonyos kis szintézis elve, ami érdekes módon egykoron bekerült a
község alapszabályába is, hogy minden újonnan épített középületet valamilyen képzőművészeti alkotással nemesítenek. Ezért lehet az, hogy a postán ott van egy mozaik, hogy a könyvtár oldalán itt van egy ács mozaik, hogy a gimnázium előtt ott van az az obeliszk, hogy a már nem létező motelban is volt egy nagyon szép mozaik, amit szétvertek, hogy az egykori vajdasági bank épületében volt egy nagyon szép német Anna Fali kép, aminek ugyancsak ismeretlen a sorsa, de félő, hogy nagyon szomorú sorsra jutott. Tehát akkor voltak ilyen kezdeményezések, és ezek nagyon jók voltak, és akkor termőtalajra találtak, és hát ha egyszer majd még ismét így lesz. És így történhetett ez a képzőművészeti díjnak a megalapítása is, amit 73-tól a 90-es évek elejéig minden évben odaítéltek, és az a jó ebben a díjban, hogy tehát meg tudta tartani azt a nívót, hogy nem lett ilyen kis helyi, nem mondjam, a mi fészkünk díja, hanem valahogy ez mindig egy ilyen széles látókörű díj volt, hogy valóban olyan művészek kapták, akik, tehát van a díjnak egy ilyen behatárolása, hogy vajdasághoz valamilyen módon kötődő alkotók kapják. De viszont annak a művésznek nem kell sem itt születnie, sem itt élnie, de valamilyen módon kötődjön vajdasághoz. Tehát így történhetett meg, hogy például, nem tudom én, megkapta Bogumil Karlaváris, aki nem itt élt, viszont nagyon is kötődött vajdasághoz. Ugyanígy, tehát mint már említettem, kaptak olyanok is, akik nem képzőművészek, mint Gyorgye Jóvics, Duránci, vagy pedig Kovacsev Olga. Az első díjazott egyébként Ács József volt és Molyák Aranka, akik azt hiszem, hogy ez nem szándékos volt, tehát nem azért kapták meg ők elsőként a díjat, mert topolyaiak voltak, tehát Ács József topolyai születésű, Molyák Aranka gunarasi születésű, hanem egyszerűen azért, mert a művészetük ezt indokolta. Csak hogy emlékeztessük a nézőket, kik azok a művészek még, akik megkapták ezt a díjat? Hát, hogy itt soroljuk, tehát Ács József és Molyák Aranka, 74-ben Baranyi házaspár, Baranyi Károly és Baranyi Márkó Zláta, 75-ben Sáfrány Imre és Bogumil Karlaváris, 76-ban Pehán Béla és Barát Ferenc, 77 és 79 között nem ítélték oda a díjat, ezt nem igazán tudom, hogy ez miért volt így, de utána 80-tól folytatódott Csernik Attila, Torok Sándor, Zsák István, Gyorgye Jóvics, Szajkó, Petrik Pál, Triporszki Géza és Szlávko Matkovics, Béla Duránci 87-ben Németh Anna, 89-ben Maurics Ferenc, és utána 90 és 2002 között nem ítélték oda a díjat. 2003-ban kezdeményeztük, hogy elevenítsük föl, és folytassuk ezt a díjat pont azért, mert ez ilyen rangos díj volt, amilyen, és valamiképpen ez jót tesz Topolya imázsának is, hogyha folytatjuk ezt a hagyományt, és azt hiszem, hogy 2003 óta, tehát az elmúlt 10 évben is olyan alkotók kapták meg ezt a díjat, akik megérdemelték, tehát kiérdemelték ezt a díjat, nem is megérdemelték, kiérdemelték művészetük révén, és azóta is bizonyítottak. Tehát például 2003-ban Szarabka Tiborral kezdtük, aki azóta több köztéri szobornak az alkotója is, legutóbb például a Csúrogi emlékmű is az ő munkája, azután Nemes Fekete Edit, Penavác Endre, Kapitány Attila, Ninkov Kovacsev Olga, Fenyvesi Otto 2008-ba, 9-ben Miroszláv Jovancsics, 2010-ben Dudás Sándor, 2011-ben Emil Szfera, pancsovai festő, tavaly Szagmeister Pécs Laura, és az idén Tolnai Otto. Akinek ezúttal is gratulálunk.
Most pedig áttérünk a Topolya részletekben lakozik fotópályázatra, amelyet immár 5. alkalommal szervez meg a Topolyai Népkönyvtár, és mondhatjuk azt, hogy sikeresen. Igen, 5. alkalommal írtuk ki most ezt a pályázatot, és hát nagyon örülünk annak, hogy ez a pályázat évről évre népszerűbb. Most, hogy kapcsolódjak a Nagyapádi Hugasdíjhoz, ugye, hogy azt úgy, eleve úgy tervezték, hogy az nem egy községi díj, hanem egy szélesebb. Na, ezt a fotópályázatot mi úgy gondoltuk, hogy ez egy ilyen községi topolyai fotópályázat lesz. Főként topolyai, ugye azért nem is annyira községi, hanem a városhoz kötődő, mert azóta például Bajsán is szerveznek hasonló fotópályázatokat, ami nagyon jó, mert fontos az, hogy észrevegyük a környezetünket, hogy figyeljünk arra, amink van, akink van, tehát egymásra is, környezetünkre is, és ezek nagyon fontos dolgok azért, mert tulajdonképpen itt a pályázók egymás figyelmét, vagy a nagy közönség figyelmét hívják fel azokra az értékekre, ami Topolyán van, ha kevés van, de akkor is van, és talán egy kicsit háttérbe szorul az emberekben nagyon is elharapózó nézet, hogy ami itt van, az semmi nem jó. Tehát mindenhol jó, csak itthon nem. És ezt tudjuk azért, hogy nem így van, mert nem hiába találták ki azt, és nem hiába mondja azt a közmondás, hogy ugye mindenhol jó, de a legjobb otthon. Igen, amikor így nézelődünk, és itthon mindenre azt mondjuk, hogy ez nem jó, ez csúnya, ez ronda, ez tönkrement, ezt szétrombolták, akkor egy az, hogy nem nézünk magunkba, hogy esetleg mennyiben járultunk mi ahhoz hozzá, hogy az olyan legyen, olyan csúnya, olyan szétrombolt, olyan szemetes, mert azt a szemetet valakinek el kell dobni. Tehát azt akarom mondani, hogy valamennyien részese vagyunk abba, hogy a környezetünk úgy néz ki, ahogy kinéz. És ez a fotópályázat viszont azzal, hogy ugye az az elnevezése is, hogy Topolya a részletekben lakozik, azokra, ezt minden évben elmondom, most már 5-6-szor, most már valószínű, hogy mindenki tudja, és lehet, hogy unjuk is, hogy azokat a részleteket kívánjuk megláttatni, amelyek itt vannak a környezetünkben, amelyek mellett naponta lehet, hogy elmegyünk, és nem vesszük észre, közben vannak, és vannak nagyon szép részletek. És próbáljuk meg megragadni azt a városunkban, ami a szerethető. Mert persze, hogy van egy csúnya dolog, ami nem jó, amin változtatni kéne, de vannak olyan részletek, amik szerethetők, ami otthonossá teszi ezt a várost. És eddig az volt, hogy ugye ezekre a részletekre figyeltek, tehát emberábrázolás hébe-hóba volt csak. Most az idén azt kérjük a pályázóktól, hogy próbáljanak embereket is bevinni, nem kötelező természetesen, de valahogy az emberek is Topolya részeit. Tehát volt már olyan pályamunkánk, díjazott is volt, ahol egy nagyon is közismert topolyai figura volt, látható, és az mellett senki nem ment el szó nélkül, és az egy kiváló fotó volt. Vagy például volt olyan fotónk, ahol a gáton mentek végig fiatalok, tehát csak ilyen ánképszerűen jelentek meg, de azt akarom kihozni ebből az egészből, hogy jó lenne, hogyha az idén a pályázók nem csak Topolyára, hanem a topolyaiakra is figyelnének. Mondom, nem kötelező, de fölhívnám a figyelmet. Korhatár nélkül meddig pályázhatnak, és milyen címre? Korhatár nélkül pályázhat mindenki. Augusztus 15-ig fogadjuk a pályamunkákat. Tehát a pályázók, még az se kell, hogy topolyaiak legyenek, mert mondtam, hogy ezt úgy gondoltuk, hogy ez egy nagyon is helyi fotópályázat lesz, de végül tavaly is voltak temerini résztvevőink, becsei résztvevőink, magyarországi résztvevőink, tehát mindenkit szeretettel várunk augusztus 15-éig.
A pályázati kiírás egyébként hasonló, mint az előző években. 5 pályamunkával lehet pályázni, ezt CD-n vagy valamilyen más adathordozón, pendrive-on kérjük behozni. A pályázat jeligés, ez nagyon fontos, ezért kérjük, hogy a CD-re mindenki a jeligéjét írja rá, és aztán egy borítékba, lezárt borítékba kérjük a személyes adatokat, hogy utána megtaláljuk a zsűri döntése után, mert természetesen a borítékokat utána. A pályázat díjnyertes alkotásait, vagy illetve hát ez most tulajdonképpen attól függ, hogy hány pályamunka érkezik, hogy vajon a díjazottak mellett mindenkinek egy-egy fotója szerepel, ami azt mondja, hogy a legszerencsésebb megoldás, vagy pedig annyian lesznek, hogy erre már nem lesz lehetőség, de mindenképpen a kiállítás ideje alatt a teljes képanyag, tehát mindenkinek minden beérkező fotója vetítés útján megtekinthető lesz, tehát folyamatosan vetítjük az összes beérkező alkotásokat, tavaly ez olyan 200 fotó volt. Ez itt legyen most a reklámhelye. Legyen most a reklámhelye, mert el kell mondani azt, és ezt minden évben nagyon szívesen is hangsúlyozom, hogy az, hogy ez a kiállítás létrejöhet, tehát nem csak a társszervező önkormányzatnak köszönhető, hanem a Fotorinnek, akik minden évben megcsinálják a kiállítás teljes anyagát, tehát hogy valóban az van, hogy az, hogy ez a kiállítás létrejöhet majd, ez a fotókiállítás, az nekik köszönhető, és ezért azt hiszem, hogy ennyi reklám belefér. Most pedig szóljunk egy kicsit a diákokhoz, hisz a Népkönyvtár a nyáron nekik is kedveskedik valamivel, szintén nem első alkalommal. Az idén is megrendezzük a hagyományos nyári játszótábort. Ez annyiba különbözik a hagyományos játszóházi foglalkozásoktól, hogy nem egynapos, hanem egyhetes, tehát hétfőtől péntekig tart, és igyekszünk tartalmas programot nyújtani a hozzánk látogató, illetve a táborokban résztvevő kicsiknek és nagyoknak. Tavaly is már külön volt manótábor, tehát a 4-től 7 éves korosztályig, és külön volt a 7-től 12 éveseknek. Manótábor az idén augusztus 5-től 9-éig lesz. A gyerekeket 9 órától 10:30-ig, és nem akkor fogadjuk, hanem a programok akkor tartanak, tehát 9-től 10:30-ig, hétfőtől péntekig. Úgy gondoltuk, hogy a kicsiknek tehát ennyi idő az elég ahhoz, hogy valamit kreatív munkával is töltsönek egy bizonyos időt, és játszunk is, mert a szokásos játszóházas foglalkozástól eltérően azért nagyobb teret kapnak majd a társas játékok, azok a játékok, amiket a gyerekek az óvodában ugyan megtanulnak, de nem biztos, hogy aztán otthon vagy az utcán, ha játszanak, akkor eszükbe jut, és mi megpróbálunk ilyen játékokat tanítani nekik, tehát a csöncsöngyűrűtől a kiütőcskéig, mindent, ez persze, és egyéb társas játékokat, ez persze majd az időjárás függvénye lesz, hogy tudunk-e kint játszani velük, vagy pedig fönt a padlásteremben valami nyugisabb játékot. Tehát nekik a részvételi díj az 5 napra 500 dinár, és ők nem kapnak uzsonnát. Természetesen valami rákcsálni való, valami csemege az biztosan lesz, de ők nem kapnak uzsonnát azért, mert másfél órát lesznek itt. Viszont az idősebb korosztály, a 7-től 12 éves korosztály, őket augusztus 12-e és 16-a között várjuk. Ők számukra a foglalkozások 9-től 1 óráig tartanak, tehát egy egész délelőttös foglalkozást fogunk nekik biztosítani. Én remélem, hogy ezt nem csak a gyerekek fogják élvezni, akik az a tapasztalatunk, hogy augusztus közepén már akármennyire jó a szünidő, de azért már nagyon unják magukat, és azért is tesszük így augusztusra a játszótáborainkat minden évben.
Tehát ők, meg remélem, hogy ez a szülőknek is segítséget fog nyújtani, hiszen azok a szülők, akik délelőtt dolgoznak, azok általában nem tudják megoldani a gyerekek számára azt, hogy valamilyen jó minőségű programot biztosítsanak a számukra, tehát kallódó, kulcsos gyerekek, vagy tévéző, komputerező gyerekek vannak bőven, és hát úgy gondoltuk, hogy rájuk gondoltunk, amikor ezt a játszóházat kigondoltuk, tehát 12-től 16-áig, 9-től 1 óráig, és ők kapnak uzsonnát is, minden nap lesz uzsonna. Számukra a részvételi díj az 850 dinár. Jelentkezni miként lehet? Jelentkezni személyesen, telefonon, e-mailbe, Facebookon, mindenféleképpen lehet, csak kérünk mindenkit, hogy időben jelentkezzenek, tehát a kicsiknek augusztus 1-jéig délután 2 óráig, a nagyobbak esetében pedig a jelentkezési határidő augusztus 8-a. És addig kérjük szépen, hogy jelezzék, hogy tudjuk, hogy hány résztvevőre számítsunk, ez a szervezés miatt is fontos. A Topolyi Népkönyvtár egy érdekes koncepcióba kezdett az idén. Topolyáról elszámazott fiatalokat, tehetségeket, művészeket valamiféleképpen visszahozni és megmutatni azt, hogy ők mivel foglalkoznak, illetve mit tesznek. Így volt ez Tóth Csaba a hegymászó esetében, illetve Gugánovics Gabriella fotós esetében is. Van-e folytatása, illetve lesz-e folytatása ennek az elképzelésnek? Hát én nagyon szeretném, hogyha ennek lenne folytatása, mindenképpen azon leszünk, hogy legyen, csak hát nem olyan könnyű ezt megszervezni, mert ugye nyilván, hogy amit mi tehetünk, az azt, hogy nyilván tartjuk azokat, akik innen származtak el, és kiderítjük, hogy merre élnek a világba. Onnan már csak annyi a dolgunk, hogy megvárjuk, hogy hazajöjjenek, és akkor tudjuk őket elhívni, tehát azt nyilván nem tudjuk megcsinálni, hogy őket mi hazahívjuk, hanem megvárjuk, hogy hazajöjjenek rokonokhoz, szülőkhöz, ismerősökhöz, és akkor tudunk rájuk úgymond lecsapni és meghívni őket. Hát így történhetett meg az, hogy Tóth Csabát is vártuk, hogy hazajöjjön osztálytalálkozóra, és előző nap tartotta nálunk meg azt a szerintem varázslatos előadást, amit tartott, vagy Gugánovics Gabriella, aki fotózik, megvártuk, hogy hazajöjjön meglátogatni a szüleit, barátait, és akkor tudtuk megrendezni a fotókiállítást. Tulajdonképpen ezt az elképzelést tartom én fontosnak, hogy tartani kell a kapcsolatot azokkal, akik innen elszármaztak. Tehát nem várható el mindenkitől, hogy itt élje le Topolyán az életét. Természetesen vannak olyan szakmák, olyan hivatások, amit egy az, hogy nem is lehet Topolyán művelni, tehát el kell menni ahhoz, hogy az ember az lehessen, ami, de még azon szakmákon vagy hivatásokon belül is, amik ugye itt is vannak, ami meglehetősen szűkkörű, azon belül is, hogyha valaki valamit fel akar mutatni, akkor nyilván, hogy el kell mennie. Tulajdonképpen ez az ötlet, ez onnan jött, hogy volt néhány évvel ezelőtt a Kikicsoda nevű Vajdaságban kötet bemutatója, és én akkor átlapoztam ezt a kötetet, és nézem, hogy ki mindenki topolyai születésű, és egészen elképesztő dolgok voltak, olyanok, akikről hogy én nem hallottam, vagy nem tudtam, hogy topolyai születésű, de mások se tudták. Tehát tudósok, jeles közgazdászok, művészek, a művészet minden területén, a tudomány minden területén, társadalomtudomány, természettudomány területén vannak olyan emberek szerte a világban, Új-Zélandtól, Alaszkáig, Oroszországtól, Spanyolországig, akik topolyai származásúak. És ugye nem szabad rólunk megfeledkezni, és nem várhatjuk el azt,
azoktól az emberektől, hogy visszaemlékezzenek szülővárosukra vagy szülőföldjükre, hogyha mi nem teszünk feléjük lépést. És azt hiszem, hogy egy ilyen programsorozat, hogy bemutatjuk ezeket az embereket, ez egy jó lépés afelé, hogy számon tartsuk őket. Például most tervezünk egy olyan őszre, egy ilyen találkozót. Például nagyon sok fiatal labdarúgónk van, akik topolyai gyerekek, tudunk olyant, aki Japánba játszik, tudunk olyant, aki azt hiszem Spanyolországba játszik, és miért ne jöjjönek ők haza, és miért ne meséljenek, illetve amikor hazajönnek, akkor miért ne meséljenek a fiataloknak, vagy az érdeklődő közönségnek arról, hogy vitte őket oda a sorsuk. És még több ilyen tervünk van, de erről majd akkor, amikor ez realizálódik. Tehát lesznek még itt érdekes beszélgetések. Még csak az olvasók felé mit üzenne az igazgató Nára Éva? Hát azt tudom üzenni, mint mindig, hogy továbbra is szeretettel várjuk az olvasóinkat. Szeptember 1-ig, tehát július és augusztus folyamán nyári nyitvatartási idővel 7-től 15 óráig, ami azt jelenti, hogy egy órával korább kezdünk, viszont 3 órakor bezárunk egyfelől azért, mert az olvasók is körülbelül addig mozognak, másfelől még nagyon kevesen vagyunk, és az évi szabadságokkal így tudjuk megoldani, de egy órával korábban nyitunk, hogy aki a nagy meleg előtt szeretné az újságot átolvasni, az el tudja jönni. Egyébként az igazgatónő hogy fog pihenni a nyáron? Hát úgy, hogy fotópályázatot szervezünk, kiállítást szervezünk. Ja, és egy valamit nem mondtam el, ami a fotópályázathoz kötődik. Ugye az már megszokott, hogy a fotópályázat anyagából készül egy falinaptár, amit azt hiszem, hogy mindannyian nagyon szeretünk. Az idén úgy gondoltuk, hogy megpályázzuk a Bethlen Gábor alapnál egy kötetet, egy ilyen fotóalbum a munkaváltozatban a neve. A munka címe pedig az, hogy Szívem csücske Topolya, de lehet, hogy még az lesz, hogy Topolya részletekben lakozik. A tartalma viszont mindenképpen az lesz, hogy a fotópályázatra beérkezett, az elmúlt 5 év fotópályázatára beérkezett munkákból válogatunk, és hozzá a kísérő szövegek, azok pedig a topolyai írók, költők egy-egy szöveg részlete lesz. Tehát egy ilyen igazi topolyai album topolyaiaktól, topolyaiaknak, de nem csak topolyaiaknak. És remélem, hogy ez a kötet még az idén meg fog jelenni. Sok mindent hallottunk az elmúlt percekben, mindehhez kívánunk kitartást, jó munkát, és nem utolsó sorban kellemes kikapcsolódást a nyári szünidőben. Köszönöm szépen.